kurzuson a kar hallgatói krediteket is szerezhetnek, ami egyedi az országban. De jöhetnek középiskolások és más intézmények hallgatói is. A kar 20 szakjából 12-14-en indul nyári mesterkurzus. Idén több mint 90-en jöttek el. Az ár kedvező, csak a 20 000 forintos részvételi díjat kell kifizetni, a szállást és az étkezést a hallgatók oldják meg. Vannak a hagyományosan vonzó szakjai most is, tehát magánének, hegedű, zongora, fuvolaklarinét, és még mások, de most az idén először Nagybőgőből, tehát Gordonból is indítottunk kurzus, mert a mélyvonós utánpótlása lett az egyik legfontosabb dolog az egész szakmával, ez nem kizárólag itt nálunk Szegeden. Aki művészi pályára készül, az messziről is eljön a jól ismert rangos szegedi tanárokhoz, hogy tudását fejlessze, ellenőrizze, hogy éppen hol tart. A szegedi Tarcsai Zsuzsanna jelenleg Brüsszelben tanul. Fontosnak tartja, hogy néhány napra eljöhetett Szecsődi Ferenchez. Brüsszelben tanulok hegedülni, viszont a középiskolát itt végeztem Szegeden, és onnan ismerem a tanárurat, a Szecsődi Ferenc tanárurat. És régi ismerettségünk alkalmából jöttem ide. A mesterkurzushoz számos koncert is kapcsolódik. A kurzusok hallgatói és a mesterek együtt lépnek fel a hét folyamán többek között a Rögpalotában, az Új Zsinagógában és a Móra Ferenc Múzeum dísztermében.